A Bethlen Gábor Református Gimnázium 150 éves fizikai eszközparkjáról forgat ismeretterjesztő sorozatot a Vásárhelyi Televízió. Így 10 témakörben összesen 50 kísérlet segítségével ismerheti majd meg a város az intézmény falain belül tárolt és használt nem mindennapi kincseket. Több napon át érdekes és látványos fizikai kísérletekről forgat a Vásárhelyi Televízió, hiszen a médiatanács Neumann Jánosról elnevezett pályázatán keresztül lehetősége van bemutatnia a Bethlen Gábor Gimnázium szertárának nem mindennapi erekjeit. Az intézmény szertárát 1863-ban Garzó Imre alapította, és az akkori eszközpark azóta is kiváló állapotban megmaradt. 950 ezer forint visszanemtérítendő támogatást nyert a televízió arra, hogy bemutathassa azokat a múzeális értékű több mint 100 éves fizikai kísérleti eszközöket, amik itt a Bethlen Gábor Gimnáziumban megtalálhatóak. A műsornak a címe egyébként Kísérletek a fizika hőskorából, ez utalna is arra, hogy valamilyen szinten egy multidézés, de mindezt azért tudományos és a tudományosság mellett pedig szórakoztató formában próbáljuk meg megtenni. A kísérleteket a mai oktatási rendszer szerint 10 csoportban mutatja be az intézmény tanára, Bereci János. Így a mozgásos kísérleteken át a hőtan a mechanikai terítékre kerül, de ingákkal is foglalkoztak, és eredeti Morze távírót is működésre bírtak. Most a háttérben például azt láthatjuk, hogy a hősugarakat hogyan lehet fókuszálni, két homorú tükörrel, az egyiknek a fókuszába gyertyát helyezünk, a másikba pedig egy hőmérőt, és hogyha sikerül beállítani optimálisan a kísérleti elrendezést, akkor azt láthatjuk, hogy a hőmérő higanyszála az a gyertya hatására emelkedni fog. De gyakorlatilag minden ilyen 10 perces blokkban vannak olyan kísérletek, amelyek inkább talán tudományos értelemben érdekesek, vannak olyanok, amelyek látványosak. Az 50 kísérletet bemutató anyag a Vásárhelyi Televízió műsorán és az interneten is megtekinthető lesz. Távlati remény pedig, hogy a város és a környező oktatási intézmények is tanulhassanak ezekből a felvételekből, így közelebb hozva a diákságot a tudományokhoz és a fizika sokszor bonyolultnak látszó világához.